Sziasztok srácok, itt fiúk lányok a csatornámon, Deden csatornáján vagytok, üdvözlök mindenkit. És ugye az RTS 2 az új DLC-nek hála, ugye frissíteni kell a magyar módot is, ez egy tutorial videó lesz ebből a szempontból. Ugye az első, amit meg kell tenni, följövünk a Destekár oldalára, ugye itt le tudjuk szedni. Most az előző verziónál nagyon sok olyan kérdést kaptam, hogy miért nem tudjuk letölteni, miért nem így, miért nem úgy. Azért srácok és lányok, mert vissza kell igazolni e-mailben. De egyébként a Google Drive-on is föl lesz, mindig a leírásba is, illetve a legfelső üzenetként általában oda szoktam rakni, hogy mi újság van Gyöngyösön. Úgyhogy mindent meg fogtok találni. Hát itt nyomjátok a sima letöltés, ugye confirm. Jönnek a fantasztikus reklámok, csak neked, csak most. Még egyszer. Itt a jobb oldali free. És aztán pedig magától szinte el is indul a letöltés. Mint látjátok, én már leszettem, úgyhogy ezt most nem prezentálom nektek, nem akarom húzni az időt. Erről ennyit, de a Google Drive-ra is fel szoktam tenni, hogy fennmaradjanak a verziók, biztos ami ziher. A következő dolog, amit tennünk kell, az nem más, mint a dokumentumokban. Ugye, van nekünk itt egy Irotek szimulátorunk, illetve egy módmappa. Hogyha nincs ez a módmappa, akkor hozzátok létre. Ugye itt van az elérési út is, hogy kell kinézzen. Mód. Ugye ez maga a magyar mód. Ezt fantasztikusan áthozok ide, széjjel másolja magát. Fantasztikó. Ezzel meg is oldottuk mindent. És innentől már csak annyi, hogy elindítjuk a játékot magát. Mindenek után elindítottuk a játékon. Ugye el tudjuk nyomni itt a Eurotech Simulatornak a logóját. Bejön ugye maga a karakter, az új profil létrehozása. Itt a képnél ugye kiválasztjuk az arcunkon. Egy kedvenc márkát, nekem a Volvo, de kinek mi. Ugye itt egy cég logó. Megadjuk a nevet. Magyar mód, és itt ami nagyon fontos, ugye a mód közül rányomunk bal oldalon, és a sorrend a következő legyen gyerekek, base, model, def. Utána be lehet rakni az egyéni módokat, kabinfestéseket és a többi dolgot, a hangokat, amiket szeretnétek, de nem árt kísérletezni, nehogy az legyen, hogy van inkompatibilis mód, mert egyébként van annyira intelligens már a rendszer, hogy jelzi, hogyha valami nem kompatibilis és inkompatibilis, ugye azt egy piros jelzéssel, hogy ezt nem igazán szeretné a dolog. A magyar mód egyébként eléggé háklis, nagyon könnyen kifagy, nem is egyszerűségen, ha olyan dolgot tesztek be, ezer oka lehet neki. Látjátok, ez igen, ez nem kell a boost most. Ugye előről kell kezdeni a játékot, közülbelül 5 millió forintunk lesz, ez is festés, és ez is. Szóval a lényegben, hogy így legyen, hogy base, model és def. Utána mehetnek a hangok és az egyéb dolog, ugye én a kormányanimációt az előző részben is betettem, én ezt szoktam használni, mert tetszik. Na, a módosítások megerősítése. És itt még nincs vége a dolognak, itt ezt nagyon sokan el szoktátok rontani, itt a játékmodul Európáról, Hungary MBD-re a módba legyen átállítva, és akkor onnantól kezdve létrehozás. Na most ugye itt érzékeli nekem a kormányomat, játékvezérlő, kormány, egyszerű automata, és akkor itt kéne még nekünk ugye a gáztengely, féktengely, azt mondja, hogy az én kormányomnál a féket azt külön be kell állítani. Azért a gáztengelyt is benyomjuk. Jó, beállítjuk a cuccokat. Következő varázsló befejezés. Ugye itt ilyenkor tölt, és általában itt szokott mindenkit kivágni, hogyha valami inkompatibilis dolog van. És a virágbolti verzióra csak annyit, srácok, hogy igen, össze lehet szedni olyan virágbolti verziót, amivel működhet a mód. Viszont 1000-ből egy, és egy modifikált dologban, amit ugye úgy szedtek le valahonnan, bármi inkompatibilitást okozó dolog lehet, úgyhogy mivel én eredetivel játszom, én ebben nem is nagyon tudok mit mondani,
annyit tudtok tenni esetleg, hogy egy logfájt küldtök ugye a készítőnek, Indiánnak, Indián 56-nak, hát ő tud ebben segíteni, de nem tudom, hogy ő foglalkozik a virágboltival, úgyhogy srácok, sajnos nem olyan drága már ez a játék, 1500 forintból be tudjátok szerezni, főleg most ugye az ünnepek miatt akciók vannak, érdemes beszerezni eredetibe, az a legbiztosabb. Na induljunk Csepelről. Szeretnél egy oktató módot? Nem. Igen, ilyenkor egy picit gondolkodik a dolog, de ugye látjátok, hogy már a Hungary mappot tölti, és ugye itt van az üdvözlő képernyő, ugye pont Csepelről. Bírom, hogy néha lebegnek a dolgok, ugye nagyon-nagyon látott távolságon kívül vagyunk. Na, üdvözlő a Eurotruck Simulator, végre eljött az idő, bla bla bla. Így látjátok, hogy működik. Azért egy pár fuvart menni is fogunk, ugye két napja jött ki ez, Indián két napja oldotta meg. Úgyhogy gyorsan beállítom magamnak a kormányt rendesen, gyerekik. Na gyerekek, elvileg mindent jól beállítottunk. Lássuk a medvét, hogy lesz-e hiba bármilyen formában vagy sem. Hát, hogy egy kicsit állítani kéne még majd a kanyarodási effektet. Hagytam most a gyári zenéket. Ugye egyre jobb a mód és egyre szebben megvan oldva, csak nekem egy kicsit ott van tele a puttonyom, hogy mindig újra kell kezdeni, gyerekek, de hát ezzel nincs, ezzel nem lehet mit csinálni sajnos. Ez ilyen buri. Csepel vas és félművek felé kanyarodunk. Elviek be? Igen. Sőt, oda is megyünk be? Jó. Jó, hangos. Szuper zsígy! Nem tudom, a rendering scale-en mennyien lehetünk. Ja, ez a csepe, az is félművek akar lenni. Ja. Valami csöveket vittünk, ez tényleg nem volt egy nagy távolság, azt kell mondjam. Gyerekik? Hát eddig nincs gond. Eddig nem érzékeltem semmi olyan dolgot. El a pap! Meghoztam a csöveket. Nem tudom, hogy van-e a biztonsági öröknek, meg a kapun átcsorgóknak ütközési felületük. Ugye elég nehéz ez a téma, és most elvileg... Aha. Megint egy jó nehéz parkolás, ugye. Ezt vettem észre inkább, gyerekek, hogy mostanában valami brutál nehézre lett ugye a parkolások benyomva. Mert konkrétan, és ez a legelső parkolás, gyerekek. Többnyire én ezt érzékelem, hogy már most itt is ugye, főleg kormánnyal, ugye hogy szeded alá, hogy tolatva jössz be? Ó, ott milyen textúra hiba van, gyerekek, ott bal oldalon. Konkrétan ide csak betolatni tudsz. Szép lehet, szokos nem kategória, úgyhogy én ezzel nem bajlódom, gyerekek. Teljesítményt értél el? Jó, nem tudom ez mi. Kiváló. Nyomunk még egyet a biztonság kedvéért, hogy mi. Mi lesz a leg... Ja, hogy ez még nem is izé volt, ez a legelső balhézat van. Hát a céghelyünk eléggé csövi. Igen, mindig újra kell kezdeni, és mire jutnánk valahol, akkor általában jön valami frissítés, egy kicsit nekem itt van teli a putt, hogy ezzel a móddal, de az az igazság, hogy még mindig sokkal jobb, mint az alapmódok, mert a forgalom faja, sűrű, változatosabb. Érdemes hajintani a módnak. És most Indián tényleg kitett magáért elég gyorsan, ugye... föl is került az új version.
Na most azt nézem, hogy 14 tonna, 16 tonna, 4 tonna. Csepel Szentendre. Biatorbály Szentendre, Budaörcs. Budaörcs. Hát megnézzük ezt a Budaörcsön, gyerekek. Én azt mondom. Renault azt úgy is szeretjük. Ugye látjátok, hogy eddig nincs probléma. Hopp, hogy eltekeredett a kormányom. És jó, meg még egy dolog, tényleg gyerekik. A navigáció. Ugye ezt is sokan kérdeztétek tőlem, hogy a navigációban mi újság van, miért nincs nektek navigáció. Eredeti verziónál, ha a modba jó helyre teszitek, vagy ugye a Steam műhelyen belül feliratkoztok az adott hangsávra, akkor azt látni kell, olyan nincs, hogy nem. Ez a nagy helyzet, srácok és lányok, úgyhogy nézzünk egy borit, most ne egy áksót. Jó utat, vezess óvatosan! Hogy de hangos vagy, anyukám? Gyorsajtás, figyelmeztetés. Hát még jó, hogy figyelmeztessem. Bár ugye szeretünk gyorsan menni. Hangnavigáció, hangereje. Nekem legalábbis hangosnak tűn, gyerekek. Nem tudom, fülesbe vagyok, és ugye új a füles, és emiatt lehet némi problematik. Na. Jó utat, vezess óvatosan. Köszönöm szépen, kedvi csókolom. Ez gyanús, 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 gyanús. Ez nagyon gyanús. Egyre gyanúsabb. Dupla póttal megyek? Ez létezik? Hogy dupla póton van? Aha, de hosszú, te jó Isten. Hát jó. Van ütközésed? Haver! Hónaj szellőztető bácsi. Nincs. Ügyfelek elvárják, hogy pontosan érkezz. Jó, pontosan fogunk érkezni. Kicsit visszahúzzuk, mert ez elég hosszú. Apa, kicsit meg is akadtunk. Úristen! Egy kövér balos. Fordulj jobbra. Na most ezt nem értem, srácok, és volt, aki mondta, hogy az előző verziónál, a jáksos verziónál mondták többen, hogy ugye nem gyorshajtásra van kitalálva ez, de hát nem mentem most a gyorsan. A következő lehetőségnél fordulj balra. És valamikor nem időbe szól. Nem tudom, hogy ennek mi az oka. Úgy gyerekek, hosszú a rakomány, úgyhogy... Fordulj balra. Azt mondom, hogy ügyesen kéne megoldani. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Hát ez a következő lehetősége volt, de semmi gond nincs. Fordulj jobbra. Hiszek neked, azért egy pirosan nem megyünk át. Fordulj jobbra. Cseppöl! Egész jól meg van csinálva, de mint hogyha változtattak is volna rajta. Úgy fest a dolog. Vagy csak nekem? Szedd le! A víztorony, de ez nem ilyen volt, gyerekek. Ez ilyen volt? Ott a hív. Ez tudta, hogy nem ilyen volt, srácok és lányok. Tuti. Hát egyenesen tovább. Ott is állakat ugye fölöjtották. Hát én itt kívül szoktam menni, srácok. Mert belül általában annyira ki van számolva, és bele szoktam akadni. Úgyhogy nem foglalkozunk semmivel. Jó, hosszú az áru, hosszú. A táv az elvileg nem lesz az. Gyűrődókereskedést találtál. Oszfi, négy emeletes. Túlléptad a sebességhatárt. Ó, elnézést kérlek. Mondjuk nem olyan vicces, mint amit a jáksó mond. Tovább egyenesen. Mond, egy kicsit olyan fapadosabb megoldás. De ő is eddig jól mondta, de már a legelső kanyarodásnál kicsit olyan
korai dolog. Ugye szokták ezeket direkt javítani, persze nyilván túlléptem a sebességhatárt. Túllépted a sebességhatárt. Igen, pont mondani akartam, hogy túlléptem. Túllépted a sebességhatárt. És folyamatosan mondja. Hát ugye 50-en vagyok. Nem tudom, hogyha átraknám a kocsikra vonatkozó szabályokra, akkor az mennyiben más. Valaki tudja a comment section-ben, gyerekek. Hajtsd ki az első kijáraton. Jó. Hajtsd ki a kijáraton. Sziget-Szent Miklós városa. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Azonnal. Azonnal is rögtön. Győr. Fordulj jobbra. Azt hiszem a Robi lakik Győrbe. Egyek, Robi, megnézzük az új számítógépedet, ehe! Lobi! Azt hiszem ő győri. Ugye a győri Audi gyárban dolgozik, és nem győri? Elég kellek elnézést, hogyha tévedtem. Pedig ez nem is olyan nehéz, vagy nehéz volt az áru? Hát nem. Eléggé. Kilódik a szekér. Jobbra a Duna látható, némi textúra hibával, és onnan jöttünk, a víztoronytól. Onnané? Az igen. Na jó, hát azt mondja, hogy 17 km van hátra. Lehet, hogy nem kellett volna a csajszínám bekapcsolni a gyorshajtási tutumoszt. Kocsik nyilván gyorsabban mehetnek, lehet, hogy én ezt át fogom állítani. Illetve őszintén szóval én azt sem jól szeretem, ha büntetgetnek. Jaj, nem, fúj, rendőr bácsi, csak ki kellett mondani. Nehogy itten azért probléma legyen. Jaj, azt hittem rám sorol, ma meg. Bekakilusz volt, majdnem. Micsoda zajfal, micsoda zajfal! Uh-huh. Beragadunk meg egy haver. Úgy néz ki, hogy igen. Mert annyira jönnek az autók. Tarts és jobbra. Gyorsan. Fordulj jobbra. Tarts jobbra, fordulj jobbra. Nem szeretek, amikor beragadok egy nagy dög mögé. Persze én is egy nagy dög fordulj vagyok, jobbra. Szóval... Forduljunk jobbra. Fúj jobbra. Fordulj jobbra. Teljesen fúj jobb. Szétfékeztük kockára a kerekeket. Jó kis volánbusz, helé! Azt hiszem az volt. Na, azt mondja, hogy Budapest határa. What? Túllépted a sebességhatárt. Ó, anyukám. Ez nem olyan vicces, mint a jáksó hangja, gyereke. Ez olyan egy kaptafás, de hát nőszemély mondja. Szóval egy fokkal jobb, mint az alap. És olyan szabályosak leszünk, mint egy részeg biciklis. Nem lehet szágoldozni. Persze ki lehet ezt kapcsolni, és akkor lehet nyugodtan. Mert hát tegyétek a szívetekre a kereteket, ki az, aki nem szágoldozik. Szerintem mindenki maximális sebességgel próbál árut szállítmányozni az RTS-en belül. Már csak az is, hogy haladjon a szituval. Túllépted a sebességhatárt. Hogy túlléptem? Megbüntetett a rendben? Nem büntetett a akkor lehet, hogy pont akkor léptem túl. A felvételnél nem... Nem... Elrontottam bakker, ott is egy rendőr. Telem a rendőrrel! Pesten nincs egy rendőr, hello! Elvileg nem Pesten vagyok, de Pesten vagyok még, ugye? Hát ott volt egy Budapest... táblicskú. Túllépted a sebességhatárt. Ú, gyerekek, ez így nem... Nem az igazi. Úgyhogy túlléptem a sebességhatárt. Mi, 50 a sebesség? Így nagyon érdekes lesz megcsinálni. Hopp, egy kis márka volt bal oldalon. Yeah. Furcsa helyeken parkolnak. És itt egyébként túlmappolt a mód, de belefér. De csak változatosabb, mint az alap helyszínek szerintem. Ezért jók ezek a különböző modifikációk amúgy. Na most itt... Túllépted a sebességhatárt. Milyen túlléptem a sebességhatárt? 30-szal megyek.
Jó, 37 a... Mennyi itt a korlátozás? 70-et ír. What? Na lehet át kell állítanom majd az autókra vonatkozóra, és megsporolom magunknak egy csomó túlléptől a sebességet. Már akkor is azt mondanám, hogy túlléptük a sebességhatárt, mert túlléptük a sebességhatárt. 50. Még mielőtt bemondja, hogy túlléptük a sebességhatárt. Csak így eléggé lassú a téma. Hát ne, ó, milyen textúra hiba volt jobbra, láttátok, gyerekek? A következő lehetőségnél fordulj balra. Oké. Okay. Azonnal, csak 50-nel megyek, úgyhogy én meg a szabályosság mintaképe, pedig én szeretek szágulni. Fordulj balra. Csak most a navigáció miatt nem akarom, hogy probléma legyen. A fék is eléggé erőtésre van állítva a helyzet. Nyomok egy féket és ráragadok a szélvédőre szemből. És ami a másik dolog, hogy elfelejtettem a 60 FPS beállítani, és ilyen 100 FPS-en megy a felvétel. Nem tudom, hogy ez mit fog okozni későbbiek folyamán. El van az arca nyomva a reklámról a gyereknek. What are you doing here? Ipari park. Jé! Ipari parko! Hajts ki a második kijáraton. A második kijáraton a körforgalom csodája következik, gyerekek. Jé! Szedd alá, szedd alá! Hajts ki a kijáraton. Hopp, egy tábla majdnem megvolt, gyerekek. Nem dobtam volna oda az ujjamat. Még egy körforgalom? A körforgalma az körforgalma. Első azonnal ki fogok hajtani, így figyelj. Hopp! Hajts ki a kijáraton. Ugye, túllépted a sebesség... Menj már, villogott a tábla! Ott valami textúra hiba volt. Az 50-es jelezte meg valami autókat. Határozottan láttam, hát itt egy gyerekek. Csak most, csak tiktik, opciós. Túllépted a sebességhatárt. Ó, Istenem! Megálljon téged! A következő lehetőségnél fordulj balra. Jákso azért viccesebben szólt. Őszintén szól ennekre a dolgokról. Annyi, bevegyük egy 60-nal. Megborítsuk a kamion. És hogy megy a fékre? Pedig most már csak gurulok. Hát haver, itt én megyek be elsőnek. Ha tetszik, ha nem. Itt pedig nyomunk fordulj jobbra. Jobbost. Hát így nem száguldozva azért annyira nem volt. Ez annyira izgi-mizgi. Én szeretek gyorsan menni. Még a kamionnal is megyünk. Végig és behátra. Oké, okay. Hát erre megy az út, gyerekek. Jó hosszú az áru. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Biztos, hogy ezzel sem fogok beparkolni, srácom. Úgy hirtem felindulásból. Fordulj jobbra. Jó? Fordulok-e jobbra? Fordulok-e jobbra, így a balrai? De azért az durva, hogy izé... Milyen durván be kell érkezés jönni, a hátra. Célhoz. Úristen! És meg is érkeztünk. Csá! Hopp, hello! Hopp, hopp! Mi történik? Mi? Megakadt valamivel? Gábeleg, nincsenek hibák. Gyerekek, ha észrehetek valamit ennél a gyárterületnél, akkor... Nem én vagyok a hüle! Hát ez az egyszerűbb, bejövök és oda nyomatom magamat című. Jó hosszú a cucc. Milyen hosszú áll gyerekek, te jó Isten! Adj, s kész! Sportkocsi lekapcsolása, mi? Jó, működik. Egy-két utat mentem, azért még előfordulhatnak furcsaságok, ezt Indián leszögezte, de elég sok mindent javított, és rekordgyorsasággal kijött a magyar mód ehhez. Én azt gondolom, srácok, hogy ez mindenképpen zsír. Úgyhogy ennyi, srácok, a tutoriál videó, egy kicsit mentünk is vele. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek infót kapni, mikor teszek fel újabb videót, vagy mikor live-ozok, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára. Deden voltam, további kellemes napot nektek, és jó kamionozgatást, ha éppen ezt toljátok is, vagy az új módot. Sziasztok! Tegyünk a mire? Nagy távolságú genyó. Ez az.
Nál is már a te hülye.